Sziasztok! Ez a könyvpáros 38. adása Gepivel. És Tékával. Sziasztok! Nagyon-nagyon kis kényelmesen itthonról veszük fel az adást. Most már voltunk nyaralni a Balatonon, voltunk Esztergomban, voltunk Győrben, úgyhogy meglátogattunk sok-sok családtagot. Meg barátoknál is voltunk. Barátoknál is voltunk, úgyhogy így mi abszolút kezdünk visszatérni a kerékpárosból, viszont nálunk meg én úgy látom, hogy ez így fordítva arányos az olvasásunkkal, mert múlt héten alig olvastunk. De azt látom, Amikor hogy látogatóban nem voltunk. csak a látogatóban, hanem hogy úgy ugye, hogy most vége van a karanténnak, én úgy látom, hogy mi kevesebbet olvasunk. Szerintem ez egy ilyen természetes helyzet, hogy ilyen természetes hullám volt, hogy sokat olvastunk a karanténban, és akkor most így akaratlanul visszabillen a mérleg nyelve, meg a színuszgörbe, az most a másik irányba fordul. Hát meg ugye néztünk egy sorozatot, ami alatt leszoktunk arra, hogy eddig olyan nagyon jó volt, hogy nem is kapcsolunk se tévét, nem böngészünk a különböző streaming oldalakat, de aztán így ráakadtunk egy sorozatra, amíg nem voltunk a Balaton, nem ráakadtunk, hanem a Dávid mondta, hogy nézzük meg, és olyan szinten rákattantunk, hogy csak na, nem szoktunk sorozatokat ajánlani, pedig tudnánk, mert ez De a ezt Balaton ajánljuk. témában, viszont a Watchmen című sorozatot. Én azt ajánlom mindenkinek, ez 9 rész volt, ugye? Magyarországon az HBO Go kínálatában elérhető, és hát egy képregény feldolgozás, de ha ilyen lenne minden képregény feldolgozás, szerintem semmi gond nem lenne a világban. Tehát azért ez egy nem egy Marvel. Nem, hanem DC. És De a DC-ben sem az a de ott sem mi az Aquaman. Hát, az a film. Vagy a Wonder Woman. Jézusom. Viszont a Watchmen az egy olyan sorozat volt, mint hogyha képregény lenne. Tehát, hogy ez Igen. teljesen megőrizte ezt a képregény Igen, hangulatot, és nem lett belőle akciófilm. Igen, és ami érdekes, hogy nem magát a képregény dolgozza fel, hanem az eredeti képregény után több évtizeddel játszódik, és ezért teljesen más szereplők is így vannak benne. Én azt gondolom, tehát aki az írója és producere ennek, azért ő elég erős sorozatokat tett le az asztalra, egy Damon Lindelof, vagy valahogy így hívják, mindegy, nem tudom, sose ejtettem ki a nevét, tehát nem tudom, hogy kell. Ugye ő a Lostot szállította nekünk, és a melyik az, amikbe tűntek az emberek, most hirtelen nem jutott eszembe. Leftovers. Leftovers, ami a Lostot egy ideig néztem, de ott szerintem az így hagyjuk. A Leftovers pedig annyira erőteljes dolog, hogy azt nem is tudtuk tovább folytatni. Az első évadot megnéztük, és azt éreztük, hogy ez annyira gyomros minden egyes rész, hogy nem tudjuk folytatni, és ez egy kicsit nekem a kettő olyan, mint a Lost és a Leftovers találkozott volna. Tehát ez a Watchmenben is van egy gyomros, de közben meg azért ott van egy ilyen humorfaktor, szórakoztató érdekességek, őrültségek, meglepő fordulatok, mint mondjuk a Lostban. Tehát olyan, mintha a kettőt egy kicsit, mintha megérett volna ez az író erre. És képregény a műfaja a sorozatnak. Igen. Na mindegy, ezzel visszatérő után, most azért próbáljunk többet olvasni újra. Ma Ungvári Rudolf Balatoni nyaraló című könyvéről fogunk beszélni, ezután majd következik Grecsó Krisztián Verája, és már megbeszéltük még az előző adásban, hogy utána egy klasszikust, Bulgakov Mester és Margaritáját fogunk beszélni. Jaja. Én annyira izgultam, hogy ne Ungvári Krisztiánt mondjak. Én nem izgulok, mert hogy ugye ők nincsenek rokonságban egymással, bár Ungvári Krisztián is adott a könyvhöz képeket, tehát megköszöni Ungvári Rudolf ezt, de egy
egy résznél, amikor arról van szó, hogy azt hiszem, hogy ki hogyan magyarosította a nevét, meg hogy hogyan települtek meg az emberek, az ki, tehát mondja, hogy annyi ungvári van Magyarországon, és kb. Senki semmilyen kapcsolatban nincs egymással, mintha balogok lennének kb. Ja. De még ne kezdjünk el a könyvről beszélni, mert van egy follow-upunk. Oké. Méghozzá, ha beszéltünk Woody Allenről, akkor itt vitatkoztunk erről az egészről, de az a lényeg, hogy megjelent a könyv most már Magyarországon, és a Jaffa kiadó adja ki, és én most elolvastam az Indexnek a kritikáját róla. Hát nem tudom. Tehát egy kicsit úgy érzem, hogy ez a sok hűhó semmiért esete forog fenn, mert hogy állítólag bőrossz a könyv, mert hogy nagyon hosszú, nagyon részletes, nagyon olyan, mintha olyan kukkolóknak, bolyőröknek lenne kb. Írva, akik azt szeretnék, hogy Woody Allen minden egyes pillanatát látnák, és ezután a másik fele arról szól, hogy Pocskondi érzze benne mi a farovat, és tisztázni próbálja magát a gyerekmolesztálási vádak alól. Tehát kb. Erről szól a könyv. Úgyhogy nem kaptam könyv. Eddig se akartam elolvasni, de ezek után meg főleg azt érzem, hogy hát, hogy is mondjam, így múlik el a világ dicsősége. Woody Allen is már rég csinált jó filmet. Szegényként. Ezt most így ironikusan mondta. Nem fogjuk elolvasni? Nem. De te mostanában ezeken, amiken megbeszélünk, ezeken kívül te tudsz valamit még olvasni, vagy szoktál valamit? Szoktam, főleg képregényeket, meg novellákat, meg rövidebb sztorikat. Most nem hallgatok audiobookot sem. Képregényből talán a Metabaron, amit mostanában olvastam, ami egy tök jó univerzum. Ott majd, hogyha elolvastam mind a 8 részt, ami így az első sorozatból megjelent, akkor majd arról mesélek. Jó. Úgyhogy ezek, néha még egymásnak olvasunk fel. Tényleg most akartam, hogy azzal mielőtt elkezdjük. Csak az a baj, hogy igazság szerint anyaházi munka van, hogy örültem, hogy még gyorsan így adás előtt be tudtam rakni a szállítóba dolgokat. Na mindegy, én Alekszejevicsnek a Csernobili imáját befejeztem. Hát a Dávid nem fogja elolvasni. Én annyit szeretnék róla mondani, hogy szerintem kevés olyan könyv van, ami ennyire valóságos közben, meg ennyire filozófikus. Tehát itt valójában fehér orosz emberek a saját életfilozófiájukról, és annak a megrendüléséről beszél, meg arról, hogy hogyan halt ki, úgymond a szovjet ember típusa. Úgyhogy bárkit, akit érdekel a történelem, bárkit, akit mondtam volna az elhordott múltjainkra, de itt bárkinek tudom mondani, aki tud egy kicsikét ilyen filozófikusabb, líraibb hangvételű dolgokat olvasni, és úgy ugye nagyon nehéz ezt megfogalmazni, de hogy így ezek az ember rácsodálkozása. Tehát, hogy hogyan kezd el valaki filozofálni, mert nagyjából a hatása így a csernobili embereknek az volt, hogy annyira megrendült a világképük, hogy rengeteg mindent, tehát, hogy konkrétan mindent átértékeltek, és hogy ennek a sokszínűségét is leírja ez a könyv, amellett, hogy rengeteg olyan sztori van benne, ami drámai és tragikus, és inkább ott erre van a hangsúly. De inkább olyan, az esetek többségében ez a filozófálás megy. Úgyhogy én így tudom mondani, hogy
Tehát legyen az Európa kiadó adja most ki az ő műveit ilyen sorozatként, úgyhogy még akár aki rá is kattan, szépen felhelyezheti egymás mellé a könyves Meg polcára. akarod venni az életművet? Nem tudom, tehát az az igazság, hogy azért választottam a Csernobili imát, mert hogy már láttam a sorozat, tehát az elhordott, örülök, hogy az elhordott múltjainkat olvastam először, mert ez egy nagyon érdekes dolog volt arról, hogy így a Szovjetunió, tehát a Szovjetunió milyen nyomokat hagyott az emberekben, és hogy a különböző történések bennem, miket műveltek az emberekkel, mert ezen kívül van egy ilyen az afganisztáni háborúról egy könyv még, és ezen kívül még a második világháború túlél gyerekek, és az a kettő a fiúk cinkoporsóban, meg a gyerekes könyvnek nem jut eszembe a címe, és ahhoz így a főszöveg alapján azt éreztem, hogy most ezt nem. Tehát lehet, hogy 10 év múlva elolvasom, de most valahogy úgy érzem, hogy elég. Elég ez a két könyv nekem így pár évre. Most Okay. így nézünk Akkor egymásra. nézzünk egymásra, és távolba révedünk. És én csak azon gondolkodtam, hogy életműveket, ugye én a Vonnegut. gyorsan akartam mondani, hogy a Vonnegut életművet szeretném így megvenni és feltenni a polcra, de azon kívül van valami Amiben Dragomán, mert Dragomán abban van. bent vagyunk, igen, Igen. valószínű, Említettünk hogy Dragomát. de Grecsótól is megvan Nem, minden. Grecsótól nincs meg minden. Nem is... majd beszélünk Grecsóról a következő időszakban, nem vagyok biztos, hogy meg is lesz mindig minden. De például egy ember, akinek majdnem minden könyvét feltenném a polcra, de mivel könyvtári könyveket már elolvastam, az Széchenyi Noémi. Igen. Tehát majdnem minden, most ez az úrinős könyveket még nem olvastam, de azokra is sort szeretnék keríteni. De hogy őt egy nagyon sokszínű, de nagyon jó írónak tartom. Annak ellenére, hogy az első könyve, az utolsó Kentaur, az nem jó. De szerintem erről már beszéltem. A jelomtól megvan nekünk minden? Vagy ő csak Dehogy ennyit van, írt, de... ő akkor sokat írt. De úgy értem, hogy szép irodalmat, nem tudományos munkát. Ja, úgy szerintem megvan minden, csak van itt is, meg anyunája is. Szerintem megvan el minden. Azon Nem. gondolkodok, hogy van-e más olyan író, aki ilyen... Akinek mindene megvan nálunk? Akinek mindene meg Nem, lehet, nem, de... nincs ilyen. Nincs ilyen szerintem. Nincs, nincs, Szerintem nincs. sem, ha csak nem egy-egy könyvet írt valaki. Nem, 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 nem. Nem tudok róla. Oké. Ne. Na jó van. Akkor térjünk rá Ungvári Rudolfra. Ungvári Rudolf könyve úgy került hozzánk, hogy egy villám libri látogatásnál Győrben voltunk, bementünk az ott lévő egyik üzletközpontban, mert cipőt kellett venni, és lent hagytuk a gyerekeket, és akkor már becsábultunk a libribe, és hát ez még tavaly történt, vagy nem is tudom mikor, és akkor kiderült, hogy ezt a könyvet úgy erről mindeketen hallottunk, és ezt úgy megvennénk, és akkor így vettük meg, és most annak az apropóján volt, hogy tudtuk, hogy megyünk Balaton, és a David Balatonon olvasta. Nem messze a helyszínektől ezt a részét, és nekem annyira jó volt, mert én addigra már olvastam, és egy csomó emléktáblánál nekem megvolt már a sztori. Tehát így tök vicces volt ezt olvasni, és ezért már ezért nekem szerintem nekem ezért már megérte elolvasni ezt a könyvet. Azt kell mondanom, hogy én még ilyen nehezen első 50 oldalon életemben nem voltam túl. Nekem az első 50 oldal nem volt nehéz, hanem na jó, nehéz volt, mert ami miatt nekem nehéz volt, az, hogy mindent nagyon fehéren és feketén írt le, és mindenhez egy Az kicsit ilyen elején.
Az első 50 oldala. Nem tudom, hogy az első 50 oldal, akkor az első fele, vagy első harmada. Igen. De itt arra gondolok, hogy nagyon sok témában így kinyilatkoztatott, és azt mondta, hogy ez így van, meg ezt így kell értelmezni, és ha te nem így érte, és aki nem így értelmezi, az téved, de ez az, hogy téved, az mondjuk egy egyszerű megfogalmazás, vagy az egy az nem teljesen fedi le azt, hogy mit írt. Na, ugorjunk egyet vissza, mert ez a könyv arról szól, hogy van egy borkereskedő família, akik az 1700-es évek végén megérkeznek a Badacsony környékére, és elkezdenek ott szőlővel, szőlőkereskedéssel, stb. Úgy foglalkozni, és úgymond a sztori az így a 19. századból indul, és akkor így inkább a 20. század sztoriára koncentrál. Maga nem annyira meglep, tehát hogyha túl vagy, nekem azért volt nehéz az első pár oldal, mert olyan, mintha valami helytörténeti lexikont kezdtem volna el olvasni, eléggé száraz megfogalmazás, tehát én egy regényre készültem, nem hogy arra, hogy így valójában élő dátumok, személynevek, ki, hogyan, mikor jött ide, vagy ment el, vagy ilyen. És hogy az első, nekem nehezen ment, mert mondom, nem erre készültem, és ez gyerekek mellett így nem igazán lehetett elolvasni. És hogy erről szól, hogy ennek a családnak a történetére. Azt hiszem, nem nagy spoiler, ha megmondjuk, hogy az apropója az volt, hogy az Ungvári Rudolf ebbe a nyaralóba él. Tehát ez a Spoiler családhoz alert, tartozik. mert ez az utolsó két mondat a könyvben. Hát, utolsó pár oldal, igen. De amúgy megvan a nyaraló, mi megnéztük. Szerintem mi megtaláltuk Badacsonyban. Őszintén szólva, amit te azt mondod, hogy ez téged zavart, ez a fekete-fehérség? Engem zavart ez a fekete-fehérség, mert ebben a könyvben nagyon sok aktuálpolitikai utalás van, és ilyen kendőzetlen, meg eléggé nyílt aktuálpolitikai utalás, ahol a Hát mondjuk úgy, hogy nácikkal, nem jobb oldali a szerző, a mondjuk úgy. kommunistákkal von párhuzamot, meg a mostani nemzeti rendszerrel így hivatkozik rá, és ugyanaz a fekete-fehér világnézet, ami ebben a rendszerben megvan, ugyanazt a világnézetet hozza ő is. Mondjuk azért ezt vegyük sorra, hogy ez a szerző 32-ben született. Tehát már értelmes gyerekként élte át a háborút. Utána élt nagy részt a szocializmus, tehát ilyen, tehát azt nem tudom, Dávid, hogy én lehet, hogyha én életem ezen szakaszán ennyi idős leszek, akkor már lehet, hogy én is ennyire feketén-fehéren fogom látni a világot. Én ezt tökre megengedtem neki, ez az ő sztoria, ez az ő könyve, és nekem ez így sokkal őszintébbnek tűnt, tehát ez őszinte volt számomra, hogy ő így gondolkodik, és ezt leírta. És megmondom őszintén, nekem ez nem azért, mert hasonlóképpen gondolok, hanem azért tetszett, mert hogy nem az, lemer írni. Igen, és ezt abszolút becsülöm is benne, viszont ami még emellett nekem tetszett benne, hogy így kezdett, hogy nagyon fekete-fehér és nagyon-nagyon Igen. kinyilatkoztat, de pont a végére, az utolsó, nem tudom, 3, 4, 5, 6 fejezetre, ott már elkezdtek megjelenni szürke karakterek, meg ott már Hát igen, mert egyre, tehát ott már ott az ő feleségéről is van szó, meg minden, tehát hogy ott azért ott már. Tehát kicsit azt éreztem, hogy addig, amíg történelemről beszél,
addig minden nagyon fekete és fehér, és onnantól fogva, hogy elérünk abba az időszakba, amikor ő már élt, és gyerek volt, meg felnőtt volt, meg amiről van konkrét emléke, ott már elkezdtek megjelenni a szürke karakterek, meg ott már nem ilyen nagy vonalakkal megrajzolt karakterek voltak. Hát igen, mert nyilván ez azért így beszélgetések, menne mondák alapján, meg történeti kutatás alapján írta a dolgot, ami itt van. Tehát ez egy sztorizós könyv. Tehát, hogy alapvetően csomó olyan ember szerepel benne. Én látom, hogy a Dávid rengeteget jegyzetelt. Én nem tudtam jegyzetelni, mert az az igazság, hogy én úgy olvastam ezt a könyvet, hogy hát ilyen egy hét alatt átszenvedtem magam az első 50 oldalon, majd Esztergomban voltunk, és elkezdtem este olvasni, és úgy döntöttem, hogy akkor én most nem fekszek le, mert amikor éjfél, vagy 11-kor ott tartottam, hogy elkezdték ezt a második világháborús, meg zsidók, meg ölnek, meg ó, mondom, már megint nem fog senki semmit túlélni, legyünk túl rajta. Aztán megmondom, jó, hát akkor senki nem fogja túlélni 56-ot, legyünk túl rajta. Tehát, hogy valahogy így ment a dolog. De amúgy pont mondtam anyunak, ha mondom, nem igaz már, hogy én próbálom kerülni a náci zsidós könyveket, erre te választasz nekem egyet, amiben vannak. Nem lehet kikerülni, komolyan mondom. És két fejezet után azt mondom, hogy a Verába is lesznek, a rohadt életben. De az 40 évvel a második világháború után játszódik. Igen, de benne lesz. Én már most látom. Borzasztó, borzasztó. Na mindegy. Kanyar vissza. Szóval... Van majd még egy szál, amit én behoznék, ami egy tök más. Hát én még csak annyit akarok mondani, hogy szerintem... Tehát ez úgy családregény, hogy nem családregény, mert közben meg millió szálon fut egy csomó dolog, és hogy inkább ez olyan, mint amikor valamilyen nagypapa, vagy egy régen lehet a nagybácsi elkezdi sztorizni. Tehát olyan, mint hogyha tényleg ő ezt csinálhat, hogy összegyűjtötte a sztorikat a családból, meg minden. Na, gyere vissza! Igen. És de a családregényeknek a kötelező eleme a családfal végén, ami nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokat segít, hogy ezt a rengeteg karaktert elhelyezzük valahol, igen, az megvolt, és az kellett. Nekem viszont nagyon tetszett az a helytörténeti leírás, meg az, hogy ennyit kutatott, és ennyire utána ment, mert hogyha ilyen regények nem születnek, akkor el fog felejtődni az, hogy nézett ki Tapolc a 1800-as években, meg el fog felejtődni, hogy mi volt a Badacsonyban, meg az a két árok, a péntek és a szombat árok, ami a Badacsonyra fölvezett Badacsony-Tomajban a műútról, az a két árok, amit már így elkezdett benőni a gaz, meg a fák, meg elkezdtek kerítéseket rakni az árokba, meg az árok szélére a nyaraló tulajdonosok. Szóval akkor ezeket így mindet elfelejtjük, és szerintem meg akkor nagyon sok mindent vesztünk. Tehát az a ház, amiben mi laktunk a Tövis utcában Budapesten, hát annak is van egy sztoria. Annak is van egy sztoria, aminek mi a, nem tudom, három mondatos összefoglalóját hallottuk. Három óráig, de az is, hogyha egy olyan plusz mélységet adott annak, hogy ott laktunk, ugyanúgy ez a könyv olyan plusz mélységet ad annak, amikor a Badacsonyban sétálunk a Római úton, meg amikor látjuk azokat a villákat, meg nyaralókat, amikről szó van, és úgy látunk bele az épületbe, hogy csak kívülről látjuk, de ott van a szemem előtt annak a szobának a leírása, meg hogy milyen függöny volt benne, meg hogy milyen képek lógtak a falon, akkor szerintem itt sokkal többet hozzáad, főleg egy olyan helyszínhez,
ahol mi rengeteg időt töltünk, és sokat vagyunk, és egy fontos helyszín a helyszín az életünkben, és akkor így, és szerintem így alakul ki a helyszínekhez való szorosabb Kötődés. kötődés. Sok minden eszembe jutott. Az első az ez, hogy én ezt már mondtam neked, hogyha nem így történt, meg lehet, hogy tudatosabb vagyok, akkor én lehet, hogy izére mentem volna. Nem tudom, ilyen nem. De engem, én azt imádtam, amíg Pesten laktunk, meg amúgy Budaörsön is azt nagyon szeretem, hogy nézem az épületeket, és elképzelem a sztoriukat, hogy hogyan építették minden. Tehát, hogy ez engem olyan szinten érdekel, hogy ha... Tehát már néha már gondolkodtam ilyeneken, meg próbáltam ilyen anyagokat keresni, mert egy épület története, benne élő emberek története, és hogy hihetetlen gazdag, mert ha csak az egy épületet nézen. A másik, amit visszakérdeztem volna neked, hogy azt mondtad, hogy ha ilyen regények nem születnének, ez szerinted regény? Na igen, és akkor ez a következő téma, amit fel akartam hozni, hogy Hát ez ez az. most micsoda, és én a non-fictionbe húznám be legszívesebben, mert ez egy olyan non-fiction, ahol a párbeszédeket azt az író írta, meg kitöltött hézagokat, de úgy töltötte ki a hézagokat, mintha restaurált volna. Tehát az volt a célja, hogy a lehető legpontosabban visszaadja azt, hogy mi történt. Nem ő írta a sztorit, nem tett hozzá fordulatokat, nem tett hozzá eseményeket, hanem csak megírta, meg ahol kicsit hiányoztak puzzle darabok, ott megrajzolta azokat a De puzzle volt, ahol darabokat, azt és írta, hogy megírta. hát erről többet nem tudunk. Igen. Így. Mert hogy nekem így, mert hogy én erre nem, tehát valószínűleg azért is volt az első 50 órán ez, mert én nem erre számítottam. Tehát, hogy ezen át kellett menni, és utána én is élveztem ezt, hogy úgymond ilyen helytörténeti leírás van, meg stb. De hogy ez olyan, mintha, tehát én ezt egy épület memoáriának hívnám. Tehát egy kicsit olyan nekem, és hogy itt egy ember ezt írtelése körül szerveződik a dolog, és hogy ez nem egy regény, tehát ezt nem lehet, nem lehet rá ezt mondani. És hogy nekem ezért is fértek bele azok a kinyilatkoztatások, meg hogy szerinte így van a világ. Én egyet tudok érteni egy dolgokkal. Na most azon gondolkodok, hogy tényleg látszik, hogy ugye ő, most ha jól emlékszem, már annyira sűrű, hogy az ő sztoria is benne van valamennyire a regényben, hogy annyira sok mindenkinek van benne az élete sztoria, hogy te jó, hogy jegyzeteltél, de hogy én nem tudtam akkor, hogy egy kicsit összefolynak a dolgok. Egy-két dolog van meg, például szerintem az a Szigligeten, ahogy az ember megy, ott van az alkotóház, az aranykötvénytelen, a kastély, tehát ott van egy ilyen körforgalom, és ott a polgármesteri hivatal is ott van, és ennek az oldalára a hősi halált halt közjegyzőnek az emlékére van egy tábla. És ez a könyv meg leírja, hogy hogyan halt hősi halált a közjegyző, és hogyha minden ilyen tábla, ilyen, tehát minden ilyen hősi halálos tábla ilyen sztorit rejt, akkor, hogy is mondjam, keveset haltak meg hősi halállal. Tehát, hogy persze hősi halállal halt egyértelmezés szerint, de egyértelmezés szerint meg teljesen feleslegesen halt meg. Tehát, hogy így... Ugye itt a történet az, hogy a városnak az Jegyzője. adatbázisát, a jegyzője, tehát hogy az összes ilyen hivatalos dokumentumot átvitt egy másik faluban egy biztonságosnak ítélt helyre, De Tördemicre, akkor, amikor már az oroszok ott amikor már voltak. az oroszok jöttek, és azt fel is teszi azt a kérdést az író, hogy miért nem előző nap ment át, meg hogy miért volt Hát, nála vagy pár fegyver, héttel előbb. amikor motorozott, átmotorozott Tördemicre, és
Minden esetre, amikor jött vissza Tördemicről, a 71-es út kereszteződésében, a 71-es úton jöttek Szigliget felé Az az oroszok. oroszok, akkor meglátták, és ott lőtték le, abban a kereszteződésben, amiben mi egyébként, nem tudom, amikor Szigligeten vagyunk, átmegyünk naponta. Jó, tehát, hogy csak érted, tehát, hogy ha, tehát a hősi halált, az nekem ilyen, nem azt mondom, hogy Dugovics ti tudsz, de az a spektrumnak az az oldala. Ez meg a, nem azt mondom, hogy de hogy kicsit az. És akkor, tehát ha minden ilyen emléktábla mögé így benézünk, és ilyen sztorik vannak, az szerintem hihetetlen. Tehát jó ezeket. Én egyszer, most ez tök izé, de én, a David tudja, hogy ha buliba mentünk haza, akkor én beszélgettem mindig a taxisofőrök át, volt, aki ezt szerette, volt, aki ezt nem, de hogy egyszer egy taxisofőr az elmesélte nekem, hogy ő amúgy minden, ha lát egy ilyen táblát, akkor ő utána mindig utána néz, hogy ki micsoda, és de mindenről tudod sztorit mondani, és mindenre tudta, hogy az kicsoda, mi volt ilyen, és hogy hogyan volt, úgyhogy ez élő lexikon volt a pasi. Nem azt mondom, hogy én ilyen szeretnék lenni, de hogy néha az ember ezeket a táblákat tényleg megnézhetni, és gondolkodhatna, hogy mi van mögötte. Mert elképzelem, hogy hősi halált, hát nem ezt képzelem el. Nem ezt. Én, szóval, mindegy. De azért nekünk egy csomó olyan sztori van, ami úgy ott vannak ilyen emléktáblák, és hogy eddig elolvastuk, meg néztük, meg lehet, hogy egy kicsit utána olvastunk a Wikipédián, de nem voltak meg ezek a részek. És akkor van egy teljesen más téma még a könyvben. Nagyon sokszor esik szó arról a könyvben, hogy mi a valóság. És ez szerintem az ilyen legfilozófikusabb szintje vagy mélysége ennek a könyvnek. Ilyen egy-egy bekezdés, egy-két bekezdés fejezetenként, meg vannak olyan fejezetek, amikor erről igazából nincs is szó, de így visszatér, hogy mi a valóság, és hogy a valóságot azt lehet-e különféleképpen megélni, vagy valaki megéli a valóságot, más meg rosszul értelmezi. Hát ugye ez arról jön, hogy ugye én szerintem azon Mary Rudolphnak az a válasz erre, hogy a valóságot csak egyféleképpen lehet látni. Így kezdődik, viszont a végére, a végén meg már megjelenik az, hogy az, ahogyan te értelmezed a valóságot, az hozzáad a valósághoz, és az alakítja a valóságot. Hát igen, mert hogyha az előző értelmezésben vagyunk, az én nem tudok egyet érteni, mert nyilván ennél általában komplexebb a kép, tehát vegyük azt, hogy ugyanazt a pólót néztem ki a boltban, hogyha valaki előlem elviszi azt a pólót, akkor haragudni fogok arra az emberre, miközben a nő meg tökre örül, aki elviszi. Most csak egy ilyen Igen, meg borzasztó a... triviális példa jutott eszembe, de ez ugyanígy van, hogyha a gyerekedet bántják, vagy te gyerekbántásnak éled meg, valaki meg csak valami másnak. Tehát mondjuk azt, hogy ő azt gondolja, hogy nevelő szándékkal rászólt, és hogy ez így van rendjén. Nem hiába jutnak eszembe ezek a példák. A... Igen, és... Tehát, hogy azért, hogy is mondjam, lehet fekete-fehér nézni dolgokat, mert tudjuk, hogy az a rendszer, amiben élünk, az most nem annyira jó. Viszont miután elolvastam a Csernobilémát, én nagyon örülök, hogy ebben az országban ma és most élek. És ezt tudom nagyon, mert én aztán tényleg nem szeretem ezt a rendszert, amiben élek, de és nem azt mondom, hogy ez a lehetséges világok legjobbika, tehát nem akarok itt kandidra menni, de közben meg
elolvassa a Csernobili imát, azért mégiscsak jó. Tehát azok a pitjánál dolgok, amiken itt veszekedünk meg minden, nem tudják, nem a sírba nem tudják magukkal vinni ezt, Dávin. Tehát, na mindegy. Most én is egy kicsikét ilyen filozófikus vagyok, csak eszembe jutott, hogy még ezt akartam elmondani a Csernobili imáról. És Ungári Rudolfnál is érzem azt, hogy ő meg mindenképpen akart még egy ilyen sztorit írni, hogy ezeket a kérdéseket így elmondhassam. Én nem ezt a példát hoztam volna, hogy megveszik a ruhát előled, a pólót előled, hanem a legkézenfekvőbbet szerintem, hogy a pohár az félig tele van, meg félig üres, persze. És egyszerre félig tele, és egyszerre félig üres. De közben meg van olyan valóság, ami meg az értelmezéstől függetlenül igaz Hát a speciál világnak a fizikai igen, törvényein. nekem erre jöz, ha valami meghaltál, akkor meghaltál. Tehát ha levágták, a kezed levágták. És az, hogy ez, hogy egy pontból indul, és a végén a másik végletet, nem végletet, másik nézőpontot is megjeleníti, az meg nekem nagyon sokat adott hozzá a könyvhöz. Azt nem tudom, hogy ez mennyire volt tudatos szerkesztés, Nem tudom. Mennyire volt szerkesztői, mennyire volt írói munka, de én meglepődtem azon, hogy milyen sok mélysége lett ennek a könyvnek, ahogy olvastam, és mint egy ilyen hagymáról így hántottam le a különböző szinteket, és voltak benne, vannak benne ilyen dolgok, meg vannak benne indulatos 3-4 oldalak, ami arról Igen. szól, hogy valaki vett egy nyaralót, és ilyen mekmesterként felújította a 90-es években. Hát a 80-as vagy a 80-as kezdi el. 80-as években kezdi el, 90-es évekre ilyen mekmesterként felújítja, és ez egész olyan, mint hogyha mekmester újította volna fel. Ja. És az semmi másról nem szól, és semmi... Egy nagyon kicsit ad hozzá a helyrajzhoz, De ahhoz nagyon sokat ad hozzá, Dávid, hogy hogyan tették tönkre ezeket az épületeket. Tehát, hogy ha végignézed, és te is nagyon jól látod, hogy azért ez így nem így... Vagy mennyi... Tehát ha most csak hogy azt mennyi nézed, azt a 30 házat, négyzetmét. amiben mi lakunk, Igen. hogy azt is hogy tapasztották össze, és hogy rakták össze, és Azt, Budaörsön, amiben most amiben most Aha. lakunk, és Budaörsön is rengeteg ilyen példa van, hogy hogyan ragaszgatják, toldozzák, foldozzák. Ez a magyar embernek egy ilyen, vagy nem tudom, nem járt, biztos, hogy más országokban is van ilyen, hogy ahol az alapterület sokat ér, akkor egyszerűen megjelenik ez az igény. És hogy ezt nem borzasztan, tehát jellemző lehetett arra a 90-es évek elejére, hogy amikor hirtelen mindenki azt érezte, hogy most lehet pénzhez jutni, és van, aki ebbe belehalt, meg nem tudott vele mit kezdeni, meg hanyagtalanult, és volt ilyen ember, aki ebből akart valamit, és megérezte szét, hogy most jönnek a cimmerferik. Nem lett belőle cimmerferi, de azért megpróbálta. Ezt értem. Nekem az ilyen néha az oldalakról kicsapó indulat, amit így nem tudok hova tenni. Hát igen, ugye kiosztja Dördemicet is. Kioszt sok mindenkit, és nem... Igen, én azt gondolom, hogy én megint csak a szerző korára tudok menni. Neki szerintem nem sok esélye lesz még, hogy így egy ilyen regészbe kioszta és elmondja, hogy szerinte hogy kéne lenni a világnak. Punktum. És ennyi. És lehet, hogy ezt valaki meghallja, lehet, hogy ez alapján vita lesz, de ő most kimondta. Meg én azon is gondolkodtam, hogy... Én is éreztem, hogy felesleges indulatot, meg azt lehetne diplomatikusabban, meg valami, de lehet, hogy az életed végén már te is azt mondod, hogy beleszarok a nullás lisztbe, hát ha lesz belőle valami. Meg arra is gondoltam, azon is gondolkodtam most, amíg beszéltél, hogy vajon jogos-e az az indulat, és egyébként tudnák a mellett érvelni, hogy abszolút jogos.
Tehát az sem olyan egyszerű. Igen, az sem olyan egyszerű. Csak tudod, hogy ha meg arra akarunk appellálni, amikor azt mondjuk, hogy mondjuk meggyőzni úgymond a másik oldalon, vagy a más gondolatokkal rendelkező embereket, akkor nem hiszem, hogy ezzel győződnek meg. Tehát, hogy ez ugyanaz, mint amikor beszéltünk a MeToo, meg a minden ilyen kapcsán, hogyha valamit így nagyon mondasz, és nagyon erőlteted meg minden, akkor dafke. Dafke nem úgy lesz, meg nem úgy csinálják, meg nem az a rész. Tehát akkor úgymond nem alakult ki a párbeszéd. És ő már nem akar szerintem párbeszédet mondani, elmondta, hogy szerinte hogy kéne lenni a világnak, milyen rossz ezzel a világgal, jó, egy picit szürkézik meg, gondolkodik, hogy hát lehet, hogy a másik ember is lehet, hogy igaza van, vagy nekem nincs annyira igazam, de azért mégiscsak megmondom. És én mondom, én amikor a könyv felénél, mert én nem szoktam a fülszövegeket, meg ilyeneket elolvasni, és utána elolvastam, hogy a szerző 32-ben született, nekem iszonyat sok minden helyreállt. És el tudtam fogadni onnantól. Én már néha gondolkodok, egy kicsit jobban utána néznék a könyveknek, meg így jobban rákészülnék, akkor jobban el tudnám. Tehát nem lennének ilyen problémáim. De Ajánljuk. én azt gondolom, hogy azoknak lehet ajánlani, akik szeretnek elmélyedni tényleg egy épület történetében, mert ez egy épület memoárja, és azoknak, akiket ez a terület érdekeltet, aki Badacsony környékén szeretne járni, szeret nem csak strandolni, hanem kirándulni, nézelődni, szereti kontextusba helyezni a dolgokat időben, történelemben, bármiben, ő mindenképpen olvassa. De én nem ajánlom annak, aki egy 20. századi családregényt szeretne. Nem, meg... Szerintem ez így kerek. Igen. Amíg élnek a földön, a rockerek. Bocsánat, nagyon fáradt vagyok. Akkor már csak az van hátra, Új, de balod? Na mindegy, igen. hogy elmondjuk újra, hogy 2 hét múlva Grecsó. Grecsótól a Verát fogjuk Igen. olvasni, arról fogunk beszélni, és ezt most olvassuk. 4 hét múlva pedig Bulgakov Mester és Margaritájáról lesz szó. A másik, még, bocsánat, még visszatérek a mostani könyvre, hogy ezt a jelenkor adta ki, és szerintem a jelenkornak nem tudom, hova tartozik, hova minden, de egy respekt, hogy kiadták így ezt a könyvet. Szerintem nem Most olyan. jelenleg ebben. Jó, tudom, nem sok vizet zavar, de most már lassan minden zavarja a lábvizet. Érted, amit mondott? Ért, Mindenki érti, amit mondott. ért, értem, de ez egy nagyon kis kavicsa, amit a Balatonba dobtunk. Hát ez egy sóder darab. Nem baj. A lényeg, hogy benne van. Hát akkor sziasztok! Sziasztok!